Jól kezdett a magyar bajnok, ám 3-0-ás előnye pillanatokon belül elolvadt a franciákkal szemben. A Dijon 4 perc leforgása alatt 11-0-ás rohammal sokkolta a Falkót. A szombathelyiek hibáit azonnal büntette a házigazda. A vendégek főként az amerikai Redick révén tudtak zárkózni. Az első félidő 8 pontos francia előnnyel zárult, a harmadik negyedet Ján Kosara nyitotta, ezzel ismét 10 volt a két csapat között. A szombathelyi labdavesztéseket sakmat akciók követték hazai oldalon. 4 perc 20 másodperccel a játékrész vége előtt már 17 ponttal mentek a franciák, ami a folytatásban 22-re nőtt. Könnyű kosarakat kapott a Falkó, ám az utolsó percekben sikerült a sárga-feketéknek 20 pont alá tornászniuk a különbséget. A végeredmény Dijon-Falkó 87-68. A magyar bajnok legközelebb október 22-én 18 órakor hazai környezetben lép pályára. Gasper Okon együttese a görög PAOK-ot fogadja majd a BL csoportkör következő fordulójában az Aréna Szaváriában.